az eukarisztia szó hálaadást jelent. A kongresszusi mozgalom ennek jegyében Krisztus a világban való valóságos jelenlétét hirdeti. Budapest idén másodszorra ad helyszínt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak. Először 1938-ban volt az esemény házigazdája a fővárosunk. A világesemény utolsó napján, szeptember 12-én, 2 órás kulturális műsor előzte meg Ferenc pápa szentmiséjét a Hősök terén, melynek az opera művészei is részesei lehettek. Kodály Zoltán Te Deum című alkotását adták elő Kocsár Balázs vezényletével. Hogy mi az operaház itt van, egyrészt szerintem kötelező, itt kell lennünk, és ennél szebbet, mint Kodály Budavári Te Deum, ugye nem is tudok elképzelni a szentmise előtt. A művet 1936-ban Kodály 2 hónap alatt alkotta meg, az ősbemutatóra akkor a Mátyás templomban került sor. A szöveg hangulati rezdüléseit hülyen visszaadó megzenésítésben számos különböző hangvételt találunk, s ezek közt egyházi és világi zenei kompozíciós technikák, a 19. századi romantikus zene gesztusai és magyar népzenei elemek egyaránt előfordulnak. Zeneakadémistaként még énekeltem is ilyen világkórus eseményen, és nagyon-nagyon jó érzés volt azt látni, érzékelni, ahogy a legtávolabbi világrészről is jövő fiatalokat ugyanúgy megérintette ez a mű. Bízom benne, mivel a szituáció hasonló, hogy ez így fog történni ma is. A 4 szólóénekesre komponált művet vasárnap Miklós Erika, Megyesi Schwarz Lúcia, Boncsér Gergely és Palerdi András operaénekesek tolmácsolásában hallhatta a fővárosban összegyűlt több mint 110 000 fős közönség. Miklós Erika nem csak a fellépő művésze, hanem hírnöke és egyben nagykövete is volt az eseménynek. A hit és a vallás mindennapjai része. Van egy házi atyánk, Barta Tibor atya, aki minden ilyen családi ünnepen ott van, sőt, hát a házasságkötésünknél is, hiszen ő adott minket össze Isten előtt, keresztelő, gyerekkeresztelője és minden egyéb házszentelés. Szóval mi tartjuk a katolikus hagyományokat. Az énekesnő azt is elárulta, hogy élete legnehezebb pillanataiban erősödött meg leginkább a hite. Biztos abban, hogy Isten beavatkozott az életébe. Összekulcsolt kézzel imádkoztam aznap, hogy drága apukám, hozzál nekem egy kisbabát, annyira szerettem volna egy kislányt, és ez pontosan édesapám halála napján volt. Tehát valahogy mindig azt gondoltam, hogy egy halál talán születést hoz magával, és pont aznap született a kislányunk, akit örökbe fogadtunk, úgyhogy nekem ennél nagyobb tanúságtétel, hogy ott van Jézus, ott van Isten, és ha az ember szépen kér, akkor teljesülnek a dolgai. Boncsér Gergely számára is egy életre szóló élmény, hogy ezen a napon itt léphetett színpadra. Már kisiskolásként kapcsolatba került a vallással, kislányát ebben a szellemben igyekszik nevelni. Nagymamám unszolására az édesanyám elvitt, hogy első áldozó legyek, és én tulajdonképpen akkor az idős plébános úrnak az erőteljes hatására már szinte rögtön minisztráltam is, tehát templomi szolgálatot teljesítettem, és aztán én ott ragadtam. Sőt, később aztán jó barátságba kerültem a templomi sekrestyéssel, és akkor én sokszor őt is helyettesítettem, szóval egy kicsit olyan mindenes voltam már egész kiskorom óta. A felvezető műsort követően Ferenc pápa köszöntötte az összegyűlt híveit, majd elkezdődött a Szent Mise. A hívőkhöz fordulva a többi közt azt is mondta, engedni kell, hogy a találkozás Jézussal az Eukarisztiában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent István és Szent Erzsébet is. Köszönöm,
Ferenc pápa által celebrált misén a zenei szolgálatot a Magyar Állami Operaház zenekar és az egyesített 2100 fős énekkar látta el, amely erre az alkalomra szerveződött. A Szent Mise, a pápai és a magyar himnusz, a Boldog Asszonyanyánk, majd a kongresszus himnuszának eléneklésével fejeződött be.